Itt vagyok. Itt vagyok. Itt vagytok. Én is itt vagyok. Megnézem, hogy itt vagyok-e. Ez a klasszikus élő adás elejé tudatlan állapot. De most akkor kiderítem. De ha itt vagytok, akkor írjatok, hogy látható és hallható ember vagyok én. Én vagyok az ember, akit lehet látni. Meg hallani. Hello, 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 hello. Látok, én is megnézem magamat. Az ember, aki ott volt, vagy az ember, aki ott se volt? Itt vagyok? Tökéletes minden. Wow! Ez az eddig legsmoothabb indulás volt. De én is akarom. Indulás volt. Ó, oh, és nincs is akkora késés. Jó. Én is akarás volt. Jaj. Na jó, van, hát akkor szevasztok. Ez most itt a Big Shot. Most ez egy kicsit már más, mint amik eddig voltak. De ha látható és hallható vagyok, akkor az végül is már egy nagy eredmény. Most igen. Itt valahogy ezt nekem le kell kicsinítsem. Kérdezzetek addig, amíg így mindenki begyűlik ide. Én ezt most itt lekicsinítem. Látszik a képernyőm? Lehet, hogy úgy csinálom, hogy itt a kommentek itt menjenek, és a Facebookot pedig ide rakom. Nagyon jó. Pöpec. Látható és hallható vagy. Sajnálom, most... Aha. Tényleg, Ajpek Jani, te eltűntél, most látom, hogy most itt vagy. Jó estét, jó a kép és a hang is, szevasz Krisztián is. Itt van. Nem lett új, hanem... Csak egy kicsit megbuheráltam. Ja, nem, megtaláltam, ezt le volt első. Én mindig ez a kisbolt indítási projektünk, amikor posztolgattatok a Facebookon, kicsit leterhelte az összes energiáikat. Nagyon izgalmas, nagyon élveztük. Brutális mennyiségű feladat, és látható az elmúlt pár napban. Úgyhogy még mindig nem sikerült se egy normális fodrászhoz, egy optikushoz sem. Úgyhogy én, mint fotós, élvezem azt, amikor egy napszemüveggel és egy dioptriás napszemüveggel és egy ilyen megbuherált szemüveggel járok, kelek, na mindegy, de ez végül is részletkérdés. Nem javult meg, vagy nem, meg lett, de nem javult még meg a szemüvegem. Hát, hogy vagyunk? Aki azt kérdezi, jól vagyunk. Én még az előbb mutatom. Van benne toll, pecsétlő, meg némi készpénz. Ezzel szaladgáltam ma egész nap föl, de nagyon élvezzük, nagyon... Nagyon sok érdekes új dologgal találkozunk, új olyan termékekkel, amik így ténylegesen még nem láttam soha. Nagyon sok érdekes ember talál meg minket, és egyáltalán szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas feladat, iszonytatóan fárasztó. Pont ezen beszélgettünk, hogy nem látunk. Ja, ne haragudjatok már kicsit, na, akkor... De jó, hogy írtok, mert akkor így most látszom. Igen, szóval pont ezt kezdtem el mondani, hogy írdatlanul fárasztó, és nem akarok nyafogni, de teljesen olyan érzésem van, mint amikor egy ilyen végeláthatatlan fotózás elindul. Most jó? Jó. Jó, akkor most jól látok. Szóval, hogy mi eddig is azért keményen dolgoztunk, meg a forgatások, fotózások azok tudnak ilyen maratoniak lenni, de most mi reggel 7-től este 9-ig nyitva vagyunk, és nyilvánvalóan ennek a kisboltnak a beindítása az egy ilyen eléggé sokrétű feladat, és miután nyilvánvalóan a szándékunk az, hogy találjunk olyan segítséget, vagy nevezzük őket alkalmazottnak, bár ez egy kicsit csúnya szó, de szeretnénk ezt mi megtanulni, megismerni, hogy egyáltalán mi kell ahhoz, miután ez nekünk is egy teljesen új terület. Úgyhogy minden áldott nap reggel 7-től este 9-ig, 10-ig, most jöttem be,
ott állunk, és Nóri ugyan elkezdett forgatni, már nem sokára meg befut. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen megváltozott, szürreális dolog. Azt hiszem, hogyha most valaki indítana egy olyan házi feladatot, vagy tök mindegy, egy olyan versenyt, hogy kisboltos leszek, nem is rossz ötlet, akkor valószínűleg jelentkeznék én is úgy, mint ahogy ti a fotós játékra, vagy tapasztalatszerzésre, vagy sok mindent lehet mondani, jelentkeztetek, mert ez most nagyon keményen minden egyes nap számtalan új dologgal találkozunk, új szoftver, a gépek, a kávéfő, szóval nagyon kemény. Na mindegy, nem akarok, most már itt vagyunk szerintem elegen, úgyhogy elég a mellébeszélésből. Mindegy, úgyhogy a kérdésre válaszolsz, hogy vagyok, kicsit fáradtam, de tök jó, nagyon izgi. Most az fog történni, hogy először is gratulálok Ferenci Juditnak, itt van, kinyitom őt. Jaj, kinyitom azt már itt az előbb a... Bocsánat, Ferenci Anett, jaj, ne arra, na, ez már megint. Ferenci Anettnak itt látható. Ő az, aki a legutolsó versenyt megnyerte. Várjatok? Ide rakom magamat kicsibe. Látszom. Háló. Szuper. Szóval, tehát Ferenc Jelenének még egyszer szeretnék gratulálni. Te kicsit későn kapcsolódtál ebbe a versenybe be. Valaki írogat nekem. De annál inkább nagy lendülettel indultál neki, és nagyon tetszik az a fajta, vagy nekem is nagyon tetszett az a fajta, hogy is mondjam, hogy te nem álltál meg, és nem próbáltad 2 perc alatt meg, olyan, leakadtunk. Ajaj. Itt vagyok? Megakadt. Enyhe fagyás. Jó, de te is észrevettem, mert elkezd ilyenkor villogni ez a kis Black Magic cucc. Na jó, néha megakad, de most jó. Szóval, hogy tudom, hogy a retusálás az egy teljessége végeláthatatlan folyamat, és nagyon, nagyon kemény az, hogy te mennyi energiát szántál rá. Nem is tudom, én bevallom őszintén, nem is teljesen értem, hogy ezt hogyan, milyen alkatrészekből raktad össze. De ennek semmi jelentősége, tök jó volt a kép. Kicsit beteg, vagy nagyon beteg, inkább azt mondom, de rendkívül izgalmas és jó képet csináltál. Nagyon meglepett, hogy a közösség, vagy a Instagram és Facebook népe megszavazott, mert az én tapasztalatom alapján, amikor egy kicsit megosztó sorozatot készítek, vagy látok, akkor, vagy csinálok és posztolok mondjuk a Facebookra, vagy akármilyen magazinban jelenik meg, akkor mindig az ilyen megosztó dolgok, azok nagyon, nagyon ritkán szoktak nagyobb számban tetszést kifejteni. De ez neked sikerült, úgyhogy tényleg gratulálok. Na, az lesz, hogy mikor lesz a közös találkozó. Nagyon jó kérdés. Várjuk július elején valamikor, mert Luca az egyik nyertes, ő Ausztráliában van, és ő elméletileg akkor fog hazajönni. Úgyhogy arra számítsatok, hogy valamikor júli elején fogjuk ezt megtartani, bent a Nánási stúdióban várhatóan. Ugye, amit teljes mértékben balatoni emberekké alakultunk itt az elmúlt, nem tudom, már 3 vagy 4 hónapban, de létszik júli közepén, most valaki azt írja. Rövid időn belül, tehát amint megtudjuk, hogy pontosan a Luca mikor jön, nem akarunk vele kitolni, hogy ne adjuk neki meg a lehetőséget arra, hogy ő is ott lehessen, fogom ezt időben el fogjuk mondani nektek, és akkor mindenki tud egy kicsit rákészülni. És hát azért az őszinte valóság az az, hogy mi magunk is eléggé el vagyunk itt látva feladatta, úgyhogy ez nem is baj, hogyha egy picit még mi is kapunk időt, vagy a
nem akarom 128-szor is ezt emlegetni, de ez a mostani vállalkozásunk, amit itt elindítottunk, a fene se tudja miért, mert nem tudom miért azért, mert kíváncsiak voltunk, és szeretjük csinálni, és be is váltotta minden. Nem, megint elkezdtem a kisboltról beszélni, szóval a lényeg az, hogy júli eleje, közepe, ahogyan ez összejön, van, ahogyan ti ráértek, nyilván igyekszünk majd mindenkit letekintettel megtalálni azt a megfelelő időpontot, ami mindenkinek jó. Mi az, ami ma fog kiderülni? Ja, lehet, hogy arra gondoltok, hogy ki az, aki bekerül a Nagy Big Shot versenyben, amit már mondottunk korábban, hogy tulajdonképpen az egyik nagy lehetőség, amit a Big Shot házi feladat hozott, hogy valaki még a már eleve megrendezett és kiválasztott 10 fő mellé 11-nek be tud majd kerülni a Big Shot versenybe, de miután itt ez a karantén dolog, illetve a vírus elindult, ezt mi eltoltuk őszre, mert a nyár az nyilvánvalóan mindenkinek sokkal bonyolultabb. Elképzelhető, és ez most azért beszélek ilyen bizonytalanul, tudnélik bizonytalanok vagyunk, hogy időben hogyan tudjuk egyeztetni, de szeretnénk valamikor, még nyilván ősz előtt, elárulni azt, amit nagyon pehjesen pont nem tudtunk elmondani, hogy ki az a 10 fő, illetve ki az a 11. fő, aki, beálljátok, mint a laptopom közül megbalandult. Igen. Tehát magyarul azt akarom kicsavarni ebből a dologból, hogy most még nem fogjuk elmondani, vagy nem fogom elmondani, hogy a Big Shot házi feladatból kikerült be, ki az az egy személy, aki bekerült a 11-be, mert még a másik 10 se tudja, tehát ez egy kicsit nem lenne túl felhúzás, de rövidesen ez meg fog történni. Abban a pillanatban, ahogy mi tudjuk, hogy mikorra tudunk megszervezni egy találkozót, ahol is személyesen elmondhatjuk mindannak a top 30-nak, aki a versenyben már a top 30-ig eljutott, akkor fogjuk a Big Shot házi feladatos egy főt is. Igen, itt közben is ezt kérdezitek, hogy mikor tudják meg. Tudom, hogy ez ilyen nagyon pofátlannak tűnik, mert már annyira húzódik, halasztódik, de egész egyszerűen csak szeretnénk személyesen találni egy olyan időpontot, amikor is személyesen tudunk találkozni mindaz a 30 emberrel, aki a versenyre már pályázott pályaművekkel, ami alapján a 10 főt kiválasztottuk, és ezt egyszerűen nem akarjuk telefonon, ezt nem akarjuk interneten keresztül, most már legyünk túl ezen a webes kommunikáción, úgyhogy rövidesen ki fogjuk találni, hogy mikor az a pillanat, amikor ezt is meg tudjuk szervezni, és ígérem, amilyen hamar csak lehet összehozzuk, és akkor mindent eláruljuk a 10 főt is, és eláruljuk azt is, hogy a Big Shot házi feladatban egy, aki bejutott. Jó, úgyhogy ne haragudjatok még rám emiatt, hogy ezt még mindig titkolózzunk, ez mi már tudjuk, ez benne a legszörnyűbb, de nem szóval szeretnénk ezt rendesen megköríteni. Jó, közben itt kérdeztek. Mit is kérdeztek? Pozzájék itt. Szeretnék, Ajpek Jani szeretné egy összefoglaló videót küldeni a Big Shot-tal. Bármi anyagotok vagy üzennivalótok van, küldjétek. Kíváncsian várunk bármit. Abszolút. Lesz-e képértékelő? Hát most én azt, két dolog fog ma történni, vagy azon túl, amit itt eddig elmondtam, hogy szeretném, ahogy ezt már korábban is mondtuk, hogy a Big Shot Facebook oldalán, az a csoport, ami elindult, az annak az aktivitása megmaradjon. Most nézegettem, és hát elképesztően, nagyon szívesen
itt mutatgatom is. Ma ezekből a képekből van egy újabb téma, amit nagyon szívesen megadnék nektek végén, és akkor a következő heti ugyanilyen élőben gyakorlatilag ugyanaz fog történni, mint amit eddig csináltunk, csak most már nem lesznek belőle vágott anyagok, mert egész egyszerűen erre most nincs már lehetőségünk, per ma, vagyis hát nem is tudom, lehet, nem tudom, szóval ez most nem, ez azt hiszem, hogy élőben fog már megtörténni, és akkor azok a képek, amiket a mai kiadott feladatra küldtetek, és föltettetek a Facebookra, abból fogok szemezgetni és elemezgetni. Itt én nem gondolom, hogy nyertesek, és szerintem ki fogok választani magamnak olyan képeket, amiket érdekel, valamilyen szempontból érdekel. Tehát mondjuk értékel. Igen. Meglátjuk, workshop is lesz, ez egész biztos. De hogy ez is időben, hova és mikor, azt még hittem, nem tudom. Na, úgyhogy ennyi. Mert szerintem bele is kezdek. Nincs hang. Ja, nincs harag. Azt hiszem, nincs hang. De van, harag ne legyen. Semmiképpen. Ne legyen a Facebookra feltölteni. Ennek sokkal jobb. Aha. Hát lehetne, mert valaki azt írja, hogy a Macák Andris írja, hogy lehetne, hogy ne a Facebookra kelljen feltölteni, vannak sokkal jobb rendszerezett platformok, ami nem butítja le a képet. De az van, hogy itt van a csoport, tehát hogy én szerintem itt tudunk kommunikálni, úgyhogy ezért legalább egyszer próbáljuk meg, hogyha a nagyon sok technikai gebasz, már bocsánat, van, vagy lesz, akkor meg kitalálunk valami más, de most olyan szépen kialakult már itt ez a kis közösség a Facebookon, hogy szerintem legyünk itt. Na, Berkes Ágotát rögtön is belekezdek. Ha Ágota itt vagy, az jó, ha nem vagy jó, akkor majd itt leszel, vagy nem vagy itt, akkor majd akkor lesz később jó. Ez a kép, ez kicsit ijesztő volt, hogy nem tudtam, hogy mit látok. De nagyon tetszik ezek a kis pirokos, rettenetes bogarak. Valaki biztos tudja, hogy ez mi. Nagyon tetszik. Erről a képről az jut eszembe, nézzétek meg, Richard Avedonnak, nekem egyébként ő az egyik abszolút hősöm, Richard Avedon. Elég lehet, hogy sokan ismeritek őt, vagy ha nem, akkor nézzetek utána, beítitek a Google-ba, hogy Richard Avedon, elképesztő mennyiségű kép fog följönni. Neki az egyik leghíresebb képe, hogy méhész, látszik csak méhész emberről szól, ahogy ellepik a félfejé a méhek. Erről a képről egyértelműen ez jut eszembe. Pont ugye az analógia, nyilván itt egy fába vésett, vagy volt szobor van, vagy egy ilyen dombormű. Nagyon izgi, nagyon. Egy kicsit talán lehetne még részletet, hogy a sötét tónusokban picit elbuknak a részletek. Ez a kép is azok közé, a képek közé tartozik, aminek a témája tökéletes. Hogyha hogy is mondjam, tehát, hogy vannak mindig azt a kérdést én megkapom, hogy vajon számít-e a fényképezőgép. És azt kell mondjam, hogy a felbontás is egyebek, tehát hogy a fényképezőgép minősége, az befolyásolja az, hogy aztán mennyire jó képet tudunk csinálni. Az ötlet, és az, ami ezen a képen van, amit látunk, ez tökéletes. Mindig, ahogy az ember lépked előre, én mindig azt szoktam mondani, hogy először nem a legjobb fényképezőgépet kell megvenni, hanem szépen folyamatosan következő és következő feladatnál vagy igénynél lehet tovább fejleszteni. Én azt hiszem, hogy Ágota elérkezett arra a pontra, amikor már neki lehet, hogy érdemes lenne egy olyan optikát, egy olyan fényképezőgépet beszerezni, hogy ezeknél a képeknél óriási részletgazdagsággal és már-már ebben az esetben ijesztő részletekkel tudjál dolgozni. Itt vannak olyan
sötét tónusai, ahol már gyakorlatilag elvész az undorító, szenzációs részlet. Úgyhogy lehet, hogy Ágota most, pont most ért meg arra, hogy aztán egy következő eszközzel még inkább jobb és jobb minőségű képeket csináljon. Ez így is zseni, de lehet, vagy egy kicsit hosszabb expo, nagyobb mélységélesség állványról, csak akkor lehet, hogy elmozdulnak ezek a ronda bogarak, de itt ezeknél az ilyen nagyon textúrált képeknél iszonyatosan fontos és jó, hogyha ha olyan részletgazdagság van, hogy megvadulsz. Na, megyek, görgetem tovább. Kati, te vagy az egyik self-portré király, nő. Karantén után tessék, ruha paradoxon járt. Hát, Kati, te mindig zseni portrékat lősz, vagy önéletképeket lősz magadról, ez is jól sikerült, nagyon, nagyon szépen van világítva egyébként a kép. Nagyon tetszik, hogy oldalról lőtted meg. Ez az a, nyilván itt most nem az volt a szempont, gondolom, hogy te amennyire lehet előnyös legyél. Valaki jön. Valaki. Halló. Én. Szálló, de csinos vagy, anya. Igen. Nagyon csinos, hogy hozzá egy széket. Meg. Megjött. Sziasztok. A Nora Deville. Hello. Én már most itt belementem a képekbe, ami lesz számodra végtelenül unalmas lesz, nem? Nem, nem lesz unalmas? Nem, gyere. Van itt rajtunk fény? Látszunk mi? Látszunk. Uh-huh. Itt vagytok, szevasztok. Tekerek. Szia, Nori. Nem volt még téma. Még nem mondtam el. Fontos dolgokat már elmondtad, apa? Na, mik a fontos dolgok? Soroljuk. Hát, gratulálni Ferenci Anettnek. Megtörtént. Elmondani, hogy mit nyert. Azt nem mondtam el. Na hát ezért vannak a nők. A Kingston Technology ajándékokat például, a Mini SD. Azt nem mondtam el. Meg a mutassuk is meg. Olvasó. Azok még mindig itt vannak, hiszen még mindig nem adtuk oda, hiszen még mindig nem. Igen, de csak ott abban a dobozban. Meg a tapétagyár. Igen, nagyon jó. A tapétagyár hát, nyomtatja még jó, hogy a képeit. Az? Itt van még mindig. Azért azt meg kell lássátok, hogy itt őrizzük ezeket az ajándékokat, és ezt én nem bontottam még eddig ki. Az borzasztóan fáj, mert én mindent kibontok. Azon jobban, vagy mindent kibontanék. Ezek azok a... Ki. Ezt nem mondhattam ki. Mert ez nem a tiéd. Ez nem az enyém, sajnos. És akkor azt is elmondhatod, hogy... Hogy? Hogy ezt majd oda fogjuk adni azon a bizonyos bulin. Arról már azt beszéltem. Mondtad. És azt is mondtad, hogy ez majd még kicsit később lesz, mert megvárjuk, amíg a Luca hazaért. Minden. Ausztráliából. Most szeretném, hogyha gratulálnátok nekem, most csak azt szeretném, hogy mindenki írja, hogy gratulálok, mert elmondtam, rendes fiú. Igen, voltam. És még azt is mondd el, hogy beszéltünk arról, hogy most a mai élőzésben elmondod, hogy a Big Shot házi feladatosok közül ki az, aki bejut a Big Shotba. Ezt is elmondtam. De ezt is elmondtam, hogy nem mondtam, hogy még nem mondjuk el, mert az nem lenne fair azokkal szemben, akik a középdöntőig jutottak a Big Shotban, és még nem tudják, hogy ők is bejutottak. Ez így is van. Ezért most meg fogjuk szervezni, tervezni magunknak, hogy ezt hogyan fogjuk kivitelezni, és egyszerre fogjuk majd elmondani. Így van, minden szó. Na, szó. Ügyes, ugye, én annyira jó, annyira büszke vagyok, mert te is egy kemény napon vagy túl. De én is. Igen. Én most még nem tudunk egymásról, úgyhogy most akkor beszélgessünk arról, hogy telt a napot. Folytasd a képelem. Jó, még mi az, még azt mondd el, hogy még mit. Még azt kell majd elmondanod, hogy milyen témát adsz a Facebook azt is elmondtam, hogy majd mindjárt elmondom. Ez egy nagyon jó beszélgetés. Ide jön. Tökre, büszke vagyok. Büszke. Na, hát nézd. Végül is felnőtt ember vagyok. Végül is, igen. Végül is, tekintsük egy... Nagyon jó. Akkor én kellek ide? Nem 40, kellek. 40, hol megyek a gyerekekhez? 47 leszek, nem? Augusztusban leszek, 47? Igen. Úristen, de vagyok. Rökköd egy ilyen muslinca. Na, foglalkozzatok a képekkel, mert most emiatt most nem akarom, hogy itt elvonjuk a figyelmet a képekről. Jó, most épp a Katinak a portréjáról volt szó. Nagyon jó. Átnyomom. Itt kicsibe is látszódjunk. Ezt valahogy egyébként nagyobbra lehet venni, hogy mit nagyobbak legyünk. De mindegy, mert a képek fontosabbak. Szóval, Katinak ott tartottam, amikor beléptél, visszaadom ezeket a Kingstonos dolgokat, hogy
Mit is mondtam? Ja, az, hogy az az oldalvilágítás iszonyú merész. Nagyon ajánlom ezzel szórakázni, eljátszogatni, hogy egy portré szituációban hova teszed azt az egyetlen egy fényt, amit egy arccal szemben teszel, mert nyilvánvalóan ezek az oldal, ezek a surló fények, ezek mindig nagyon, nagyon veszélyesek tudnak lenni, minél több, mondjuk ki, ránc van valakin, annál... rajtad még nincsen, rajtad Kati. Még nincsen, Kati. De ha ezt én csinálnám, ezt a képet rajtam. Jaj, már, tehogy is. Annál veszélyesebb a surló fény, úgyhogy a derítés az egy nagyon... A derítés a barát, a Photoshop és a derítés mindig a barátunk, hogyha ha szép portékat akarunk, vagy előnyös, nem feltétlenül szép, hanem előnyös portékat akarunk csinálni. Nyilván itt ennek a képnek iszonyatosan jól áll, hogyha te pont szemből világítottad volna magad, akkor ennek nem lenne olyan plastikája, nem lenne olyan nem adná ki azt az megnyomódott arcodat annyira jól, tehát ebben az esetben ez tökéletes. De azért ezzel vigyázni kell, az ilyen oldalvilágítással. Na, mehetünk tovább, itt Péter. Nagyon jó képet. Nyilván én végigpörgettem a képeiteket, mielőtt elkezdtem beszélni. És ezek mind a három, vagy mind a négy kép jó, de szerencsére találtam benne hibát, mert nem lenne miről beszélni. Hogy az ilyen típusú több hibát is találtam benne. Nem éreztem veled ki, hogy hiba. Amikor nagyon jók. De nagyon jó képek. Pont ez a kép, ami most látszik. Ezzel van az a pici bajom, hogy a szemei, halottak a szemei. Egész egyszerűen be van. Azt érzem, hogy úgy tartsa, pont abban a pillanatban legyen, amikor minden újja jól kivehetően látszik. Csak ezek az nagyon-nagyon nehéz, és nagyon jól el kell kapni, mert mire közben megtaláljuk, addigra már annyira belefárad. És az a tekintet, ami itt ebben a két szemben van, gyakorlatilag elfogyott. Ennél a képnél. A másik képeknél itt nem. Itt kifejezetten élnek a szemei, és elég jól igen, itt tök jó a kéztartás is. Ez ilyen apró pici koszok, azok szoktak engem még zavarni. Mert hogy itt ez nem indokolt, hogy ott ilyen kis szöszök maradjanak. Én azt full retusra le lehet szedni szépen. Ebben talán ez az a kép, ami a leginkább tetszik. Mert itt egyébként már ezek a kis, tudom én, nevezzük őket, elkenődéseknek is sokkal inkább indokoltak. Bár lehet, hogy azért ezt megnézném, ezt a képet úgy is, úgyhogy teljesen simára a bőre, és minden az arcának minden részlete szépen ki van tisztítva, és csak a hajánál, tehát itt a hajnál, meg a szemnél, illetve a kezénél lenne meg a fény, mert lehet, egyel tisztább lenne úgy, de ezek szenzációs képek. Egytől egyik. Ez meg a Face, vagy az ID magazinnak a címlapja, tökéletes lenne, ahol mindig az egyik szem csukva van. Ez az ő koncepciójuk. És itt is azt mondom, hogy ha ennyire a vizualitásról, meg a fényekről, textúráról, vagy nem tudom, minek nevezzem, részletekről tud szólni egy kép, akkor nagyon nem mindegy, hogy a kéz, fej, az itt éles vagy életlen. Tehát ezt itt ha akarom nézni, akarom láttatni azt, hogy itt milyen elképesztő részletek van, akkor tűéles kell, hogy legyen az első részletétől az utolsóig. Mert egész egyszerűen akarom látni ezeket a részleteket. De egyébként zseni. Tök jó, szépen kivételezett fotók. Menjünk tovább. Láttok ti, vagy akadoz? Nem akadozok, ugye? Kati, megint, de ezt láttuk, ez volt az utolsó, erről már beszéltem. Itt van kertükben bujkáló nagyon szép rózsa. Szép. De most ezen tovább görgetek. Egy szuper cukiny süni. Ez még minden nagyban. Nagyon helyes. Úristen, az én gyerekeim látnának ilyet, az két hétig erről beszélnének. Nagyon jó. Bokorkata képe, ez igen, ezek is nagyon tetszettek.
Ezeket már Ezeket, küldte a végére. igen. Valaki kérdezi, hogy az utolsó két témának a top 38-as, top 20-as válogatását, azt nem akarod-e megmutatni, mert ugye az Aha. elmaradt, ugye az utolsó adás előtt nem volt live, ott már annyira el voltunk veszve voltam, Igen. hogy ugye ez most az utolsó, tehát most volna esedékes annak a... Igen. Megmutatom, de ez nem a mai adásban. Esküszöm, hogy csinálunk mi akkor ilyet. Mert ez ma már, én azt hiszem, én már nem tudom hány perce, de hosszú. Nem tudom, hány év, hány perce vagyok itt. Mindegy is. Na, hogy nézem, aha, szép cserkók. Jött ma szép Nagyon jó. cserkó Amúgy a nekem bolna. ezért kell majd lassan elköszönnöm, mert jön a friss zöldséggyümölcsöm a paliról. Hát ez érlek. Tényleg. Most írtam, hogy hozzá. Ez a kisboltos lét, ez szürreális. Ez szürreális. Igen. Ma elkezdtem forgatni a séfek séfét, azt letudva, IKEA-ba bevásároltam mindent a bolthoz, és most megyek a zöldséget átvenni, mert jön a nagypaliba. Na mindegy. Jó, itt csak görgetek. Új, itt egy olyan komoly tűz. Cucc, szép. Próbálom meg, és újabb cserkók. Igen. Itt járt nálunk Ricsi, találkoztunk is. Nagyon jó volt. Pallagi Ricsi? Milyen jó Aha. kis kabriód van, Ricsi. Nagyon menő kabriója van. Szuper. Na most akkor megyünk tovább. Robi. Márta Robi volt. Nekem is ez a szempákpakú még mindig megvan. Ez volt életem első, a Cannes filmfesztivál, amikor meg kijutottam, ugyanez a vakum volt. Abban az időben a szempákpakúk voltak a királyok. Nagyon szerettem, és pont ugyanígy. Csak nem ezen a Pentaxon volt. Pörgés lejjebb is, mert már izgulnak, hogy annyira lent van a fotója egyeseknek, hogy nem fogod megtalálni. Pörgetem. Mert mindig csak a 12 órával ezelőtt Úristen, feltöltött képeknél Marosi, de tartasz. szép, de szép. Ez nagyon szép. Hú, de szép. De jó színei vannak. Üdítem, mindig annyira jó, amiket tehát a színbeállításai mindig nagyon szép a fényevés ezeknek a képeinek. Most is az. Jó, Gedeon bácsi, a nők báványa. Itt van. Ez egy jó kérdés. Ez vagy az a vágás? Hát ez csak azért nem, mert ez életlen. Egy ilyen, hogy ez ugyanaz a kép? Nem. Aha, de ez ugyanaz a kép. Csak megvágtad a képkivágás. Mindenképpen ezt választanám, mert sajnos itt elvérzett ebben a közelségben, és látszik az, hogy nem tűéles. Tájfotónál, hogy egy ilyen fotónál az, hogy brutál részletgazdagság legyen, az kell, és ez itt már ebben a képkivágásban elfogyott. De ez nagyon szép. Tehát inkább ez. Ja, menjek a kugba. Újabb. De jó. Szép, pipacsmező. Pali azt mondta, hogy legyen egyenes a horizont, majd dőljön, de akkor nagyon. Akkor nagyon. És ez tetszik is. Ez tetszik is, mert tök jól dől. Kicsit az zavar, ja, ha valami zavar, de nem zavar semmi, egyébként ez egy szép kép. Hogy itt nagyon, nagyon egyenes, nagyon derékszögben van a karja. Tehát, és nem látjuk, tehát eltűnik a test, és egy ilyen kis blobbá változik itt a térdeműről. Tudjuk, hogy a térde. De valahogy ott úgy eltűnt, tehát akkor inkább még lejjebb kellett volna tenni, hogy mondjuk itt valahol a hasánál, vagy a mellé alatt elvág. De szép. Jó pillanat, és szépen exponált, jó hangulatú kép. Helyebb. Nekem a Balaton. Ez ismerős. De úgyhogy nem derül ki. Ja, Kubatov Tamara, te eltűntél, Tamara, ha itt vagy, vagy ha nem vagy itt, hiszen eltűntél. Először küldtél. Nagyon jók ezek a füstgép is, minden van. Nagyon menő. Isteni, ezek a részletek, ezek talán egyel izgalmasabbak nekem. Ja,
Sajtán nem jelentettem meg. Nem jön, amikor egy hibásan lépte rá. Ezek a közelik, ezek nagyon szépek. De jó a... Jó a... Hogy hívják a római császár? Ezzel is. Nagyon, nagyon menő. Hú, ezektől én mindig megijedek. Az arcfestés, az, hú, az nagyon, nagyon nehéz dolog. Jól elkapni, én attól tartok, hogy ez ennél egyel jobban is lehet arcot festeni, és ezért egy kicsit ijesztő, biztos jó pofa volt csinálni, de na, menjünk. Pók. Cukki, ezt megvédem, de jó, az a kis nyusz. Jó, de undorító, hogy pók. A pók, a pók, a pók. Ejha. Ez nagyon szép. Itt picit kár, hogy nem voltak közelebb egymáshoz, mert itt gyakorlatilag két részre szakad ez a kép, de azért ez jó kép. Nagyon jó, kérdezte. Én megyek, álmos vagyok, unalmas vagyok, mi? Jó éjszakát, szép álmokat, Csilla. Kérdezzetek közben, de akarok eljutni, mert emlékszem, hogy... Szabó Balázsnak ismét zseniális kutyafotói. Szerencsés alanyok. Balázs zseni. Egyszer a Sárit nem fotóznád le? Mostában annyira nincs ide fotózni, hiszen kis boltos lettem. Jó. Szeretnénk, én már most kezdem úgy érezni, hogy annyit beszélünk erről a kis boltról, én szeretnénk mindenkit megnyugtatni. Azért, mert nekünk lett egy kis boltunk, ő még azért ördöngóra műsorvezető marad. Én pedig nálási pár fotós. Nagyon is műsort vezetek. Én most, igen. Na, mint ma azt én most nem. Hát mondjuk nem, mert reggel 7-kor kinyitottam a kisboltot. Na. És most is mindjárt mész a kisboltba. Most átvenni az árt. Válogatni, úgyhogy. Nagyon jó képek vannak egyébként. Nagyon jó. Gratulálok mindenkinek, szuper. Annyira jó, olyan izgalmas ez a csoport, olyan sok szép dolog van benne, olyan jó, jó így végig pörgetni, jól esik a szemnek. Jó, de jó az a lángos. Anett. Ja, te vagy Anett. Igen, Anett. Ő nyerte a... Anett, neked van szemed, ez már biztos. Igen. És ő csinálta. Te is csináltad? Igen, glutén és laktózmentes lángosot írtam. És ő kísérletezik. Több mint egy éve próbálod a liszteket, úristen. Ez a karantén akkor neked jót tett, mert volt idő próbálgatni, gondolom. De csak szeretném mondani, hogy ugye abban az időben, amíg a karantén volt, az élesztő volt az egyik top élelmiszer, amit mindenki megvett, hogy mi nekünk egy darab az elmúlt időszak, mit tudom én, pár napban. Nem fogyott el egy senki. Egy darabot nem vett senki. Tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek van. Berendeltem a sok élesztőt, gondoltam, hogy na ez majd a sláger termék a kisboltba, és ott van érintetlenül az egész fa. Ja, ejha. Weaver. Takács Peti, azt hiszem, itt azt írták korábban, hogy ő a Takács Peti. Takács. Ki? Ez egy becse, vagy ilyen művésznév. Nagyon, nagyon jó. Ezt vajon utólag tetted rá? Én az... Ő még mindig a feleséged, akivel meg is nyertél egy versenyt. Ja, igen. Igen, most ismertem meg. Nagyon szép. Jól el vagytok ti is otthon, már látom. Nagyon szép képek. Óriás szivárvány, az nekünk is volt, nem végig. Jó, de jó, ez a pillangós kép. Pellangó. Zseni. Jó kis makró. Milyen kis szőrös. Nagyon szép. Jó. Na, te közben nézd, amiket írnak. Nézem, minden oké. Úristen, de szép. Én nekem olyan régi vágyam, hogy egy ilyen komoly pipacsmezős csinálja. Ezt már lekéstél róla. Erre most lekéstem. Itt a kertben volt egy pipacs. Egy darab. Egy darab.
Azért ez nem annyira. Sanyi Rékának ő volt az egyik kép, arra emlékszem. Ez nagyon menő. Ez is Anett. Anett, ne csinálj már ez. Úristen, nagyon menő. Ez te vagy. Most látom, én most megismertelek. És csak zöldre színezted a fejed. Igen, ez vagy az Anett. Ez az Anett. Ez egy 2012-es kép. Aha. Isteni. Like. Elfelejtettem eddig lájkolgatni. Sziluett is. Aha. Ja, itt van a, igen, itt van az, az az ominózus görög-öreg asszony. Fekete elküldted, de ez úgy mindenképpen sokkal hatásosabb volt, vagy sokkal kifeje. Persze, ez már itt csak a... Ez a nyers. Fun fact, de ez a kép is jó. Jézus Máriám, hogy mennyire éhes lettem. Atya úristen, de éhes vagyok. Nagyon jó. Mehetünk to... Aha, ja, pörgetem, bocsánat, hogy itt én... Hát ezt láttam, ez a Varga Vivian kép, ez annyira vicces, olyan szép, annyira szerencsésen, milyen jó, hogy pont mutat este egy ilyen, ahogy a rút kiskacsából egy óriási páva lesz. Nagyon jó. Itt vagyunk mi. Jaj, de jó, hogy elérkeztünk, Kálovics Szilvi. Ez kár, hogy ez nem, szerintem ezt nem nevezted, ezt a képet, ez lehet, hogy még utána, vagy előtted. Ez annyira tetszett nekem, ezen a ponton van, amikor azt mondom neked, de a többieknek is, hogy keressetek rá Joyce Tennysonra, de lehet, hogy én is már tudok keresni. Itt van Joyce Tennyson, az egyik igazi nagy hősöm. Imádom a képeit. És szerintem neked, Szilvi, ez az ő világa nagyon-nagyon közel állhatna, vagy közel áll hozzád. Szinte minden képét imádom. Nagyon-nagyon egyik abszolút kedvenc portrém. Ez nekem hosszú ideig kint volt a falamon, ez a kép. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Ez a könyv, van egy könyve is, ezt én meg is vettem annó. Ő ilyen nagyon-nagyon álomszerű képeket csinál, de ez nagyon közel van ahhoz a világhoz, amit szerintem te szeretsz. Színeiben is, meg hangulatában is nagyon, nagyon menő. Nézegessétek Joyce Tennyson képeit, kicsit ilyen aktos, de a legfinomabb, leglágyabb. Nagyon szép. Most erről ez jutott eszembe. De nagyon jók ez a dupla expo. Nem mindegy is, hogy ez utómunka vagy nem. Kicsit szeretném tudni, hogy ezt egymásra exponáltad, vagy utólag raktad össze. De nagyon jó érzékkel is szépen. Imádom ezt a világot. Na. Itt van egy kis 3D kiskutya. Jön, megy. Milyen fotó alanyt szeretsz a legjobban, azt kérdezik. Aki szereti, hogy fotózzák. Ez, aha, Ferenciának. Most elkezdted, nem maradtál erről a versenyről, vagyis hát nem maradtál le, mert az utolsó párba. Most elkezdted kitolni a képeidet, nagyon helyesen akarjuk látni. De válaszolok a kérdésre, én olyan fotóalanyokat szeretek, akik akarják, hogy készüljön róluk kép. Ez egy nagyon, nagyon talán egyszerűbb, egy primitív megfogalmazásnak tűnik, de higgyétek el, hogy ez azért van így, mert ha valakiből kikönyörögni kell, vagy valaki nagyon nem érzi jól magát, vagy nagyon nem akarja, vagy nagyon... De vannak olyan emberek, akik kifejezetten és abszolút imádnak kamera előtt lenni, és az olyan inspiráló, és ezt érzette is, és abból lehet, hogy mindenkinek azt... Ja, de látják picibe a fejemet. Na, de akkor picibe? Most nagyba látják, amikor hosszan mondja. Picibe persze, én odarakom magunkat ide. Ide lesz ott. Látom tenni. Meg, mert közben intézem a számlákat. De amúgy el is mehetek, mert nem kellek én. Még nem ennyire. Nagyon csinos ez a Luci, Moci. Köszönöm. Ezt nem láttam még, hiszen ez forgatós ruha. Nem.
Ez a sajátod? Nagyon jó. Csak még nem volt rendben. Nagyon jó. Na, szóval, hogy olyan emberekkel gyakorlatozzatok, akiről tudjátok, hogy akarja, hogy, hogy lefotózzátok, mert annyira inspirál, rögtön visszahat. Tehát, ha ő rajta érzed, hogy akar, tök mindegy is, hogy ő hogy néz ki, vagy milyen, tehát én nem feltétlenül, talán lehet, hogy erre a kérdésre az lehetett volna más, hogy a válasz, hogy a jó alakú szőke, vagy barna lányokat, de nem olyan ember, akiben van valami belső olyan indulat, vagy indítatás, amitől ő szeret. Vagy, mert van, szereti, hogyha lefotózzák, de emellett vannak olyan emberek is, akiket csak teljességgel hidegen hagy az, hogy egy kamera mered rájuk. Mert vannak olyan emberek, akik semmilyen módon nem kezdenek el viselkedni a kamera előtt, hanem egyszerűen csak vannak. Unalmas neked ez? Menjél, Nóra, menjél. Nem, csak... Menjél. Nem kellek, én ez... Menjél, viszontlátásra. Egy olyan okosakat mondasz, igen, csak itt jó, ülök. Szokott ez fordítva is lenni, hogy te műsorvezet. Na most legalább ez az én porondom. Ez itt a te kis falu. Ez az én kis falu. Úgyhogy én elköszönök a Big Shotosoktól, de aztán akkor majd jössz, nem? Jövő csütörtökön is, valamikor még ne köszönjél el, csak én most én köszönöm. Még egy kicsit dumálok, aztán utána majd elmondom, hogy mi a következő házi feladat. És te már tudod? Én már tudom. Jó. Mm-hmm. Kedves, akkor... na, most itt neked is jött valami, nem? Hát a jó áruzást, meg elköszönnek. Na, ez mi? Olvasd el, mert talált. Kedves, ja, először most, hogy tudom elnézni, mm-hmm. Szakálni. Na, jó van. Puszi, Nóra. Légy éber. Hát ez az. Most ittam egy kávét. Nem a sajátunkat mondjuk. Lehet, hogy ez volt a baj. Majdnem biztos, mert az miénk az. Szevasztok! Kipocogok. Na jó, szóval most még egy kicsit én dumikázok, de aztán utána lehet, hogy nem fárasztalak tovább benneteket, mert most megnézem néhány 8 percet, akkor még egy kicsit bírjátok. Na, de azt hiszem, azt az előző gondolatot végül is befejeztem, vagy nem? Jaj. Aha, igen, már mint aki ír. Fotósnak nem egyszerű. Igen, szóval, hogy, igen, most csak ezt itt is itt írogatjátok, szóval, hogy mi a jó modell? Hát igen, ez egy nehéz kérdés, de az van, hogy vannak olyan modellek, akik viszont nagyon nem akarják, és ez, ha valaki nagyon nem akarja, de mégis szükség van arra, hogy lefotózzuk, ha emberről beszélgetünk, akkor már csak is a fotós dolga, hogy ezt a helyzetet valahogy oldja, vagy megoldja leginkább. Tehát semmilyen módon ne áltassátok magatokat azzal, hogy jaj, hát ezzel az emberrel nem lehetett együtt dolgozni. Mindenkivel lehet, illetve nem mindenkivel, de nem mondom, hogy én estem szét, vagy nem voltak olyan szituk, amikor már akármit csináltam, nem tudtam egy értelmes képet kisajtolni valakiből, mert voltak ilyen szituk, amikor egyáltalán nem, bocsánat, csak itt valami bogár. Nem klikkeltünk, és nem tudtam őt oldani, nem tudtam őt kimozdítani az ő saját belső világából, van ilyen, de mindent meg kell próbálni. Mindent, és az emberi kommunikáció az, ami ez az egész múlik. És bizony mi vagyunk azok, akiknek ez a feladata. Úgyhogy ez egy ilyen hosszú gondolat. Most visszamegyek a képekre. Fibonacci spirál. Most már júniusban, még mindig júniusban járunk. Például a kutya gyerek fotózása, ahogy állsz. Hát a kutya, mind a kettő van nekem, kutyám is, meg gyerekem is, és így a saját kutyámat és a saját gyerekeimet nagyon jól tudom az esetek nagy részében irányítani, mert ismerem őket, de az esküvői fotósok, gyerekfotósok és az állatfotósok előtt én mindig, akárhányszor ez szóba kerül, én mindig leborultam, mert egész egyszerűen elképesztően nehéz műfaj, és megvannak a műfaj sajátosságai, hogy hogyan is kell
hogyan beszélünk gyerekkel, hogyan irányítunk egy kutyát, ezek mind-mind technikák. Én magam a kutyákkal még talán elboldogulok, nem mondom, hogy minden helyzetben meg tudtam oldani, de leginkább olyan helyzetekben voltam, ahol a gazdája vagy az idomár ott volt, és akkor ő segített nekem, de gyerekekkel pedig próbálok nem olyan szitukba keveredni, ahol nagyon meg kell nekik. Hogy is mondjam, nem szeretem ilyen fix helyzetekbe őket beszorítani, hanem inkább hagyom, hogy ők éljenek, és kicsit ellazuljanak abban a közegben, és elkapni inkább szeretem ezeket a spontán pillanatokat gyerekekkel, mint nagyon erőteljesen beállítani őket. Persze van ilyen szitu, amikor erre van szükség, mert egy reklámfotónál egy baba pelenkarekkal csináltam én pelenka reklámfotót. Nál egyszerűen nincs mese, a babának tökéletesnek, vagy a gyereknek tökéletesnek kell lenni, és úgy kell mosolyogni, és úgy kell nézni, tehát itt komolyan meg kell küzdeni aztán, de nem könnyű, és ez egy teljességgel külön világ, és egy külön technika, azt mondom, és külön embertípus is, aki ezekben a helyzetekben jól működik. Na, még görgetek kicsit, újabb. Hát jó Isten. Egy komoly kis drift. Megint mi vagyunk, de ezen tovább ugrom. Egy kis nyári, aha, szöveg. Emeseit itt. Ez egy nagyon szép kép, egy picit fedett ilyen kis szürkésedést érzékelek ebben, és lehet, hogy nekem van a monitoromat, picit följebb húzom. Ez kár, hogy egy kicsit nem világosabb, ilyen színdúsabb, de szép. Ó, hoztam egy sütit, már megint nagyon éhes vagyok. Jaj, de szép. Dobozi Gábor voltág. Nagyon szép. Itt pedig a Jurassic Park egyik pillanata. Viccen kívül keresem rajta az aranymetszést. Hát itt van aranymetszés, tök jó, mert ez a fa, ez pont ott van az aranymetszésben. Az is igaz, hogy amikor aranyat metszünk, akkor azért illik a kép főszereplőjét az aranymetszés közeli állapotba tenni, de hát itt ez a fa, ez ugyan aranymetszésben van, csak éppen nem ő a főszereplő szerintem, hanem ott hátul az a dinoszaurusz, úgyhogy ez egy egész picit ilyen szempontból kevésbé stimmel, de azért nem rossz. De szép, úristen, nagyon szép. Nagyon jó hangulatuk én, ez is. Aha. Szupi. És akkor megjelenik meg a tartalom. Görgetem. Na, mert ja, itt meg már visszaértünk májusba. Oh, wow. Ja, ez így. Ja, igen, Helmut Newton. Hát azt hiszem, hogy sok hősöm van nekem is, de Helmut Newton is közöttük van, ha már ma emlegettem egyet-kettőt. Vége. Vége. Ez is nagyon vicces. Nagyon jó, itt meg a búcsúk. Na, szerintem most úgy körülbelül lejutottunk már a múltkori adás pillanatáig. Jaj, de szép, megint. Kálovi Szilvia, egyértelmű, meghatározó stílusod van. Nagyon szép képeket lősz. És lányomról gondolom más. Gondolom, hogy szoktál másokról is képeket lőni, de ha nem, akkor de biztos. Meg kell próbálni másokat is tudni irányítani. De biztos tudsz. Én most csak eszembe jutott. Na jó, abba hagyom most ezt a görgetést. Most egy kicsit még beleolvasok abba, hogy miket írtok.
nem akarnál esküvői fotós lenni. Hát nézzétek, az van, hogy az esküvői fotózás is egy brutálisan kemény műfaj. Tehát, hogy pár esküvőt fotóztam, de nagyon, nagyon nehéz, és nem gondolom, hogy én erre igazán alkalmas vagyok. Technikailag meg tudnám oldani, biztos vagyok benne, de nagyon, nagyon ott kell, ez kicsit olyan, mint a sportfotózás, hogy annyira meg kell találni a pillanatot, jól kell beleolvadni, de mégis magadat távol tartani, és hát a kompozíciókról is beszélve, meg kell tudni lőni azokat a képeket, amire tudod, hogy a friss házasoknak egy életen át lesz a falukon ez a kép, ami elkíséri őket, ez egy óriás felelősség. És na mindegy, és ilyentől kezdve tényleg ez is egy olyan műfaj, ami hát nagyon meg kell tanulni, és nagyon, nagyon be kell gyakorolni. Elsőre szerintem nagyon kevés embernek sikerül jól. Marosi Judit, a pad az aranymetszés, igen. Dobozi Gábor képei, igen, Görges. Mi lesz a következő heti téma? Na most már elmondom, szerintem. Mikor jön az új... ez az új Fuji test is. Jézus Mária, itt van. Itt van, most legutoljára vlogoltam vele. Ez a T4. Jaj, most leveszem ezt a... ezt nem lehúztam. Sőt, ezt amire lehúztam, hogy soha tudnak. Jönnek? Jó. Itt van az én kis új T4-em, ezt erről fogok egy teszt videót csinálni, hogyha kimászom a kolbászokból és a kávéfőzőkből. Nem, ez zseni. Zseni ez a gép. Mindenképpen szeretnék majd erről egy teszt videót csinálni, mert hogy vannak benne olyan újítások, amik engem nagyon-nagyon megfogtak. Elég masszív, tehát jóval nagyobb lett, azt lehet látni, hogy ez a markolat része sokkal nagyobb. Nagyobb lett benne az aksi, ami miatt hát sokkal tovább is bírja. Fujiknak talán korábbi gépeknek ez az egyetlen hiányosságuk, ha lehet mondani, de azért ez se igaz, mert a volt rajta markolat, azért három aksival már el lehetett jutni sok felé, vagy azért az sok kép volt. Na, így most még több. Hát a stabilizátor zseniális benne, nagyon jó, hogy megkaptuk végre a kihajtós LCD-t, úgyhogy számtalan újítás, nagyon, nagyon jó. Nagyon jó kis cucc, de erről fogok csinálni, ezt megígértem már magamnak, hogy csinálok erről egy videót. Na, szóval most gyorsan, már nem akarom, mert már biztos sokan elmentetek, hogy én itten csak magyarázok, de most azt találtam ki jövő héten, kicsit olyan lesz, mint az aranymetszés. Megint csak ilyen gyakorlatnak szánnám ezt, és gondolkodjatok el rajta. Nem könnyű, de ha egy képet ilyen, na mindegy, kimondom, előtér, középtér, háttér. Ennyi. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egy jó kép lehet nagyon egyszerű, nagyon egyterű is, egyterű, egyszerű és egyterű, de tulajdonképpen a legtöbb képnek a felépítése az, hogyha megfelelően jól van tagolva, most kicsit mondom azért olyan, mint az aranymetszés, hogy egy aranymetszésbe elhelyezünk valamit, akkor hirtelen lesz egy olyan vizuális balansz, ami egy kevésbé érdekes pillanatot is úgy jól megtámaszt. És ha megfelelően tagoljuk a képünket, tehát mondjuk egy a tájfotónál van egy előtérben kicsit elmosódó valami, aztán utána ott van egy gyönyörű szép virág mondjuk, és aztán annak a virágnak a hátterében szintén van egy elmosódó vagy nem elmosódó valamilyen háttér, akkor egyszerűen, ez talán a legegyszerűbb példát mondtam erre, akkor egyszer csak lesz egy elképesztően kiegyensúlyozott, jó térérzetű kép.
Most engem miért hív a Linda? Na mindegy. Látszom, nem? Akkor szoktak ezek engem fölhívni, amikor... Nem, ti még itt vagytok. Na, szóval, hogy próbáljátok olyan képeket alkotni, amiben egyértelműen azt gyakoroljátok, hogy ilyen módon tagoljátok három része a képet. Hogy az előtérben az egy teljesen elmosódó, vagy éles, vagy a középtér. Általában a középtér, a közepe a képnek, az, ami a fő témát szokta jelenteni, de ez nem feltétlenül van így. Tehát attól még lehet akár a háttér az érdekes, vagy a képnek a fő üzenete, vagy az is, hogy mind a három térben valami olyan cselekmény történik. Még ez a kategóriát most kikeresem az egyik kedvenc képemet. Várjátok. Aha. Jaj. Jaj, hol van ez? Nem Robert Kappa. Tűha. Na, ezt most még se keresem ki. Jó, bocs. Nem akarok hülyeségeket mutatni, nem tudom, hogy ezt hol találom. Jó, szóval, hogy hát, azt hiszem mindent elmondtam. Igazándiból ezt gondoltam volt, hogy gyakoroljátok. Témáját tekintve tök mindegy. Én nem szeretném ezt megszabni. Remélem, hogy most nem fognak megint rám csörögni. Legyen ez a, most valaki azt kérdezi, hogy mi legyen a határidő, hát szerintem maradjunk így egy ilyen heti bontásba, de tehettek javaslatokat, hogy legyen talán több idő rá, most már nem sietünk sehova, lehet, hogy esetleg érdemes lenne két heti, és akkor mindenki egy kicsit jobban ráér, erre tegyetek javaslatot, jó? Mert lehet, én minden héten szívesen ülök le, legalább lesz pár nyugodt pillanatom, bár kellőképpen karikás szemmel, kicsit gyűrött fejjel. Két hét az jó, most... Na, hashtag, mi legyen? Max. Hát az, hogy max egy kép, az tök jó lenne. Az azért lenne jó, mert akkor nem vesznénk el a Facebook feedben piszkosul, és mindenképpen hashtageljétek, nem tudom, hashtag előtér, középtér, háttér. Bocs. Hashtag előtér, középtér, háttér, és akkor könnyű lesz rátalálni. És valóban egy kép, az tök jó. És legyen két hét? Két hét, az szuper. Most jönnek meg a... Ez itt szuper, egy hét a hashtag. Na, oké, mi legyen. Lehet két hét. Attól még lehet videózni. Lehet, hogy azért kéne, mert akkor a korábbi... tehát, hogy lehet most ezt az elsőt, ezt két hétre bonthatnánk, vagy tolhatnánk, mert akkor jövő héten tudok azokról az elmaradásokról beszélgetni veletek, amik a korábbi 30-ak voltak, amiről aztán nem beszéltünk. Úgyhogy akkor csináljuk azt, hogy most... Ugrunk egyet, két hetet előre. Egy kép, és hashtag előtér, középtér, háttér. Mit szóltok? Legyen ez. Jó? Mostantól számítva. Úristen, ti annyira gyorsak vagytok. Most akartam kiszámolni, hogy ez mikor van. Serény Judit kiszámolta, hogy júni 17 éjfél. Ez tök jó. Már most megnézem, hogy... Júni 17 éjfél. Ennyi. Tök jó. Kösz, Judit. Legyen akkor júni 17 éjfél, és
És akkor az egy jó időpont, mindenki tud gondolkodni, bár tudom, tök mindegy, hogy hány hét, úgyis mindenki az utolsó három napba, vagy kettőbe, vagy egy órába fogja vagy megcsinálni a képet. Videót itt most szerintem nem kell küldeni, illetve tehát videót szerintem nem fogunk vágni. Ha gondoljátok, nekem küldhettek valamilyen magyarázatot, bár egy fotó általában olyan, ami önmagáért beszél, ahogy én a versenyeket talán azt észrevettétek, hogy néha nem tudtam, hogy éppen miről szól. Én általában, amikor válogattam a képeiteket, ott is igyekeztem a fotót nézni, és a videó annyira nem volt, hogy megnéztem, de alapvetően itt a fotónak kell beszélnie, de ettől még küldhettek videót, nem tudom, hogy ez megjelenik-e már most, ha csak a saját magatok szórakoztatások és a mi szórakoztatásunkért küldök, akkor ezt szívesen veszünk. Jó, úgyhogy akkor szerencsére ti sokkal gyorsabbak vagytok, mint én, június 17 éjfélig mehetnek föl hashtag előtér, középtér, háttér a Big Shot Facebook csatornájára, és nem, igen, Facebook csoportjába, bocsánat. És akkor én meg jövök utána, és elmondom, hogy mit gondolok a képekről. Jó? Kérdés van-e még? Ne videóz, fotóz. Lehet, tehát ha írtok, valaki azt kérdező, hogy lehet-e írni a kép alá, nyugodtan írjatok szívesen, ne hosszú regényeket, mert az megint kicsit olyan, mint a videó, de képcím az például szintén egy jó gyakorlás, mert azért a képeknek, ha címet adtok, az is egy jó kis agytorna. Én hosszú ideig nagyon, nagyon elneveztem a képeimet, mostanában már kevésbé, de hát mostanában még a social media szinte megköveteli, hogy képhez valami kis szöveg mindig legyen, úgyhogy ezt is érdemes gyakorolni. Ékezettel vagy nélküle? Mi? Ja, hogy a hashtag? Ékezett nélkül. Előtér, középtér, háttér. Ékezett nélkül. Ékezett nélkül. Jaj, na. Én azt hiszem, hogy most iszom egy pohár vizet. Pontosabban most iszom egy kortyot. Na mindegy, de szóval, hogy a lényeg az, hogy ezt most itt véget, bocsánat. Elnézést. Most én egy kicsit elfogytam, ez már biztos egyel hét óta pörgünk, mint az állat. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Ez jó lesz, szerintem. Küldjetek akkor képet az eddigiek alapján. És akkor a jövő héten szerintem arról fogok beszélni majd, hogy azok a kimaradt 30-asok, akik a top 30-ba bekerültek, hogy az ne maradjon el, és aztán onnan folytatjuk, illetve hát jövünk nem sokára az időponttal, hogy mikor lesz a találkozó, és hogy mikor jelentjük be nektek, hogy ki is került be abba a 10-be, illetve abba az a plusz 1, az ki is lesz. Ezt rövidesen elmondjuk, jó? De köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor most ennyi. Csók. Ha ki tudom kapcsolni. Szevasztok.